és mentséges császárnén. Fél óra óta Mohamed Ágyújtól világos az ég és a reng a föld. Különös és félelmetes felvőképet gomolyognak most Bizánc fölött. Fekete oszlopok között tűzfény világít, mintha megjutott volna egy ismeretlen ország kapuit. Szultának így? Azt hiszem neki. Haj, Mohamed szörnyű tűvel támad. De hova lettek a törökületek? Gudlácsik visszamentek a török táborba, Gudlácsik nem tudtak megegyezni magas Konstantinnak. A császár most sietett a várfalra. Na hát jobban is szeretem így. Nem szívesen néznék még egyszer a császár szemébe. Császár? Ugyan már. Most már csak Konstantin. Igen, igen, tudja Isten. Azért mégsem szívesen néznék a szemébe. A jó darabok és a örökérvényű értékek arról ismerszenek meg, hogy kortalanok, hogy bármikor elővesszük őket, mindig érvényesek. 1906-ban is ugyanilyet szólt, ez folyton aktuális, tehát mindig aktuális. Mi azon gondoltuk, hogy hogyan fogjuk el Konstantin? A papi párt merészen cselekszik, beszabadítja a pokányt, és ebbre teszi Mohamed háláját. A papok megcsalcsaluk, nincs ma hatalma Mohamed felett, csak Irénének. Mi boldog vagyok, hogy kezdettől fogva rendületlen imádattal csüktem császárnénkon. Valamit talán még tehetnénk, hogyha valaki... Konstantinnel még érkeznünk a csatában, és belemártaná később. Azt tűnében tenném Mohamed. Az biztos nagyon jó néven lenné. Igen, csak nem olának menet az átkozott genovaiak. Hogyha egyedül lennék, egy sötét utcával, akkor úgy hátul van. Tudod. Ha török betör a kapun, akkor a császár azonnal a palotába sír. Legalább akkor lenne valaki, aki megöli. Vagy keresünk valakit a tengerészei között. Az kell szárfickók! És ha egyedül jön a császár, biztosan megteszi. Ígérni kell neki valamit! Nagyon sokat! A szakralitás, a színház... szótárában úgy is szerepel, hogy katarzis. Márpedig a katarzis az a fajta megtisztulás, amit a néző érez az előadás végén. A megtisztulás pedig az Istenhez való közelítést jelenti, ez a szakralitás. És hát régen a királyok és uralkodók is a istenföldi helytartójától kapták a koronát, ez jelentette azt a szakralitást, ami garantálta az isteni uralkodást. Aztán ez egy idő után elveszett. És most hát talán mondhatom, hogy ennek az irisszuk a levét. Leonidas. Parancsunk szolgálta a hercegnő. Mutassa a világot. Szeretem a barna homályt. Most nem látod az arcom lángolását, de... hallod a hangot? A legfelségesebb zenét szép lábatos hajóba hallgatom, felséges asszony. Ha így meggörnyed a felség előtt, nem látod meg bennem azt? Ha nem volnál fenséggel, látni benned asszony, inkább isteni nymfát. De akár fenség, akár istenő légy. Ajka ég a vártól, hogy köntösöd szegény érintse áldattal. Az nem sokat nyerne, Ajka, csak irigyelni a köntösöm szegény. Vissza! Felségkértő, a fejeddel játszol! Egy csokodért meghalni, van ennél szebb halál? Miért fagyos, Leonidas, hiszen te türelmetlen mostrólód vagy, mint a vad Mohamed. Mohamed is ördögél a türelmetlenségtől, ha nem a szürke várost, hanem a te ragyogó szépségedet vívnál. Hol minden tűzben lángba borul, miért ne égjek én is? Hol minden semmivé lesz, miért ne essen el az erém is? Szállj, felség! Vak vagyok és néma! Ajánlom is! Különben azzá teszlek! A császár néltesége parancsára kellett ide bátorkodnom. Ön felsége óhajtás, hogy főméltóságot vigye levelét a nagy szultán elé. Büszke örömmel leszek a követel! Mert az előadások van arra törekszünk, hogy ezt a fajta szakralitást tudjuk közvetíteni a néző felé. A török választomon! A papok nyitottak nekik kaput, és a janicsárok halomra vágták az összes papokat! Ez olyan kihárás, hogy panaszolok tenni a szultánnál! Szerencsétlen dolog, de nem lehet csinálni. A janicsárok nagy felindultságukban elsőre nem tudtak különbséget tenni a jó barát és az ellenség között. Nem lehet csodálni! A török a városban, a császár elesett! Ezen törökkel szembe szállva, száz sebből vérezve bukott el a rohamos kapunál.
Az Isten tudja legjobb maga, hogy mi várja a jót. És valam, aki szembeszáll a lézettel. Kosfanti napja, híresen leszáll. Büszkékkél fel a te csillagot. Köszöntelek Isten kegyelméből soha nem akaratából, mint Bizánc császára! Én pedig fogadom, hogy a hatalmat a szultán és az egyház szolgálatába használhat. Minden katolikus megérítek. És az Istentelen Konstantin minden barátjának kitolhatom a szemét! Én azt tudom, hogy a saját eszközeimmel és a színház eszközeivel segítünk ahhoz, amennyit tehetünk, annak a maximumát. Hát többek közt a Keresztény Színházi Fesztivál is életre hívatott. Alászkodjál meg, uram és parancsolj! Irénének persz parancsolni! Rabszolga! Fogjátok el a felségsértőt! És toljátok ki a szemét! A szemét! Soha megjön! És korbácsot hoz neked! Macskos bolond! Hát nem ölik meg! Nem vakítják meg! Hát minek vagyok én akkor? Fejedelem! Mi elvíz az elséges asszonyom, hiszen tudod, beteg! Töröm a városban! Bizáncék, mentsük meg a császár alanyát! Tiszta! Tiszta, te macskos tiszta! Nem látod, hogy uraj, de elbánsz! Se császár, se úr! Újra keverik a kártyát, Mohamed azt, és úgy lehet, hogy én húzom a királyt. Sultán, megérteni, hogy mi leszik az uraságok, ti menni a szolgák. Úgy bizony, élj a kedves Mohamed! Azt hiszem, hogy egy keresztény kontinensen az egy alapvetés, hogy egy ebből a kultúrkörből táplálkozó fesztivál is szülessen a színház környékén, hiszen a európai dráma irodalomnak vannak olyan hagyományai, amik megérdemlik, hogy évente egyszer egy fesztivál keretében foglalkozzanak vele. Úgyis hiány vagyunk a szakralitásnak. Bőven hiány vagyunk. A katonák, janicsárok, örülök, hogy gyilkosok kidombolnak az utcákon. A nép Mohamedet érteti, és mégis halomra koncolják. Mi lesz? A népet ölik? A népet? Ez minden városromnál így van! Ez? A katonák kitöltik őket a csőcseréket! Ez mindig így van! Zsavazi, a hadistenet! Távozz innen! A lukságy bajt okoztál! Ki beszélt Istenről? A pap? Hát te, Isten papja van én! Sátán kívánom szolgálni! Sziasztok! Balta kertben nézd meg, hogy szabad-e az út, és ott vannak a genovai hajók a császári jövő előtt. Ha! Genova admirális a végén, akkor ott talál. Nem szabad nekem beereszteni! Be kell zárni minden kaput! Éves öldökés, nem engedhet! Isten védhet! Patkányhat! Patkányhat, addig rágta a ház alapját, amíg ráhullott. Most ülőben sikoltoznak Isten tény csodát. Hát Isten nem tesz csodát a patkányok kedvéért! De az asszonyokat is az asszonyokat! Asszonyokat? Én nem látok itt asszonyokat. Én nem látok itt férfiakat. Kiszívtátok Bizánc csontjaiból az erőt. Ifjak helyett, falánk, heréket adtatok nekik. Szüzek helyett hitetlen bábokat. A ti lihasságotok épp olyan nemzetáruló volt, mint férfiaitok itt vágságot. Szörnyű végi féle! Mohamed a haja Szófiában van. 20 000 ember szorult a templomba, imádkozva várva az én csodája. A féregző démon! Ne törette a nagy braszkaput! Mindenki szövába! Asszonyokat a gyerekeket! Mindenkit! Halljátok, hogy zúr bőg az orjás bukola! A sok ezer ember felállordításától! Bezárták a kaputat! Nyissatok meg minden kaput! A Szent Palota minden kapuját! Cézári hatalmammal fogva meghalad! Uram! Gyerek! Uram! Uram! Az úr, az öbölik szabad! Az úr a helyes pontosban őrizetlen! Fogja! Menjetek! Én maradok! Egy kedves életnyiekbe
és fáradtságát. Nélküled nem megyünk, uram! Veled éljünk! Veled halunk hozzá! Csavárd a katona, majd menj meg! Nem! Ti az ő jobbágai vagyok. Minden nemzet akkor hal meg, ha megállt a hosszére. Ezt adjátok tisztán a világnak. És amely nép nem akul Bizánc szörnyű sokságban, az megérett a pusztulásra.